A versenybíró szerepét, feladatait ismerhették meg azok, akik részt vettek a Fehérvára a V19 sportklub elméleti és gyakorlati oktatásán. A vasárnap délutáni edzőmérkőzés célja az volt, hogy új versenybírókat toborozzanak a csapatba. Az idei szezonban még nem központi toborzás keretén belül, hanem az egyesületek, illetve a helyszínek toboroznak saját hatáskörben, így kerültek kiválasztásra a fehérvári új leendő versenybíró kollégák is, és a versenybírókat alapvetően a Magyar Jégkorong Szövetség képzi, és velük állnak szerződéses jogviszonyban, és ez a fehérvári alkalom, ez egy egyedülálló, már-már tradícióvá vált, hogy itt van ilyen gyakorlati nap is, ahol az új jelentkezők betekintést nyerhetnek a versenybírói munkába. Fényi Barnabás elmondta azt is, a bírók szerepe nagyban hozzájárul egy-egy mérkőzés sikerességéhez, amelyhez elengedhetetlen a felkészültség és a csapatmunka. A mostani alkalomra nem csak Székesfehérvárról, szerte az országból érkeztek fiatalok és idősebbek egyaránt, hogy kipróbálják magukat ebben a szerepben. Az a fő feladatunk, hogy megismertessük velük az alapokat. Nyilván majd a versenybírói munka közben tanulják meg azokat a részleteket, amikkel egyébként majd jó versenybírókká válnak, és akár válogatott mérkőzéseken is szerepelhetnek. Nyilván ehhez sok-sok mérkőzésen kell tovább túlesni, hogy rutin tudjanak ebben a feladatkörben szerezni. Augusztus végén és szeptember elején ismét egy oktatásra várnak minden érdeklődött az Alba Arénába. Ezt követően egy sikeres vizsgát kell tennie a leendő versenybíróknak, ekkor kezdhetik majd meg a munkájukat.